Hagen úr rádiós készenléti szolgálat, Helén Antal Atoszkán ellenért. Jó van, hát ez így tulajdonképpen hitelelkülős is lesz. Hát majd a videót azt majd megküldjük, vagy átküldjük neked. És hát provizorikusan vagyok itt kitelepülve ENESZ alatt. Persze a sör az el van készítve kérlek, hogy ezt a meleget másképp nem lehet elviselni. Oké, Lóri, akkor megyek a többiek után, és akkor megpróbáljuk majd a másikat is. Helén Géza, Nullás Robert, Károly, Sándor, Zoltán, Helén Antal 6-os kell ellenére. Szervusz, érdekes, most leesti S9-re volt plusz is. Tehát mint technikai, illetve az összeköttetések, illetve a szolgálattal kapcsolatos dolog, hogy visszaesti S9-re nálam, ahogy 8 AT volt, Lóri. Oké, rendben, QSY-ba megyek, Helén Géza, Nullás Rádiós Kézzeléti Szolgálat, Helén a 6-os kell ellenél, QSY. Oké. Okay. Itt leszünk még egy darabig, aztán megyünk tovább majd 60 méterre. Ott is van egy kijelölt időpont, hogy ha tudsz, akkor gyere utánunk, lehet, hogy aztán könnyebben megy vétel. Pontosan hol van, hogy jön a preferenciát, 5360-on fogjuk folytatni, tehát 5360-on 60 méteres sávban fogunk tevékenykedni. 18 óra, illetve 18.30 perc van megjelölve. Köszönöm szépen, de sajnos oda nem tudok menni. Oké, nem baj, hát azért itt is összejön, hogyha sokat próbálkozunk. Oké, köszönöm, hogy hívtál, tudod a frekvenciákat, mert itt elég sokan vannak most Magyar állomásokban, egy gyakorlatunk, és hát útértéket adunk, beszünk egymásnak, érte? Oké, köszönöm, hogy szia, szia! Jó! Kimaradt a fekünk? Helén Antal 5-ös, Nagy Kásmel, még vétem. Oké, rendben, szia Frici, remélem most már jobb a hangom. Helén Antal 6-os kell leelemi. Igen, valamit javult, igen. Szia Gazi, HQE itt a H5-en a 5-9-5-9 Frici OP és Budapest jelen földvétel. Oké, rendben van Frici, jó, 9 plusz 10-zel jössz, érdekes a sráv, mert a Lóri az előbb 9 alá is visszaesett. Úgyhogy jó, dokumentáljuk a dolgot, úgyhogy rendesen viselkedjél, Frici. H5 MNA, H6 kell lehetni. Oké, Gagyi, köszi az összeköttetés, a QTC-k már megvoltak, úgyhogy ezt nem mondom. Köszi még egyszer, szia, szia. Szervusz. Szia, szia. Ki van a frekvencián? Helén Antal 0-ás László Robert, H0-ás. Helén Antal 0-ás László Robi, Helén Antal 6-os kell ellenér, vétel. Oké, 17 óra 03, várjál már azt a 0 ellen, 6 kell Erdőmér, és kérlek szépen mondnak út ilyen? Érekával. Ja, jó van, várjál már, nevedre nem emlékszek, ne haragudj. A nevem pedig Dodi, Bénes Olga, Bénes Ibolya. Dodi, oké, rendben van Dodi. Szia, minden jót, és akkor remélem, hogy 60 méteren is össze tudunk jönni, vétel. Ja, bocsánat, a QTC-t, a lényeget elfelejtem. 17 óra 09. Oké, 17 óra 09.
1-0-9, köszönöm szépen, akkor szia, minden jót! Oké, szia, Rudi! Rodi, azt nem mondta Lóri, hogy milyen szegmensben rádiózunk, tehát nincsen kiszabát, tehát felmehetünk 3800-ra is, hát most akkor hogy keresünk egymást? Tehát Tólik, Freki, azt arról én nem tudok, mi te? Én sem tudok semmiről, kérlek szépen, hogy mi mennyi. Én megpróbáltam, itt hallottam állomásokat, itt alattom egy 39-en, a 8-os Antal Tamás, és ennél meg ennél még nem. Kifogott is nekem itt a vételbe, úgy jöttem itt a 43-ra, felettem már nem hallottam senki se. Hát passza, mert fölötted én sem akar, hogy tekergetem a rádiót, nem hallok, elvileg 8-an vagyunk, mint azt mondta az előbb Lóri. Hát most akkor most már össze-vissza vagyok. Végül is ezt nem adtam meg, nincs megadva, én legalábbis nem találkoztam vele, hogy ugye 30-tól fölfelé, az odaig rendben van, de meddig, akár 7 megáig is mehetünk. Mulla László, Robert, hadd kell lehet. Hát így van, kérlek szépen, így van pontosan, úgyhogy 3-5-8-ig benne vagyunk a sárba, hát mondom, tekergetek itt, tehát hogyha 80 vagyunk, akkor nekem már a fele megvan.
Oké, okay, milyen idő van felétek, Dani? Nem mondom neked, nagyon meleg van, kérlek szépen. Itt a külső hőmérő, ami van nekem, az 39 fokot mutat. Árnyékba érte, tehát irtozatosan meleg. 37%-os a páratartalom, és a légnyomás viszont nagyon kicsi, kérlek szépen, 1009 hektopaszkál mindössze, és itt már, hát nem is tudom, reggel valamikor néztem, akkor volt ilyen borús idő, amit mutatott a kis állomásom, és most teljesen esőt mutat, és igaz, hogy vannak gólytázók, de mondom, nagyon meleg van. Nem igen hiszem, hogy ebből lesz valami. Aha, hát borzasztó vele van, valóban, nem is bírom ki sörnék, úgyhogy hoztam az unokát, gyorsan beillesztettük a technikát, így pillóltam vele egy darabig, de hát a sör az jó esik, megmondom neked őszintén, Dadi. Jó van, próbálok még keresni állomásokat, de nem sokan vagyunk, mondom, 5-10 perccel mondta Lóri, hogy 8-an vagyunk kint, de hát hol keresik egymást, hát most leheted, nem is tudom, na mindegy. Lehet, hogy már leállok én is, még tékony, de még 10 percünk van még, tehát. Oké, ezt tudom javasolni, és akkor figyeld is meg azt, hogyha jó hideg. Hát nem szabad szék hideget innen kérlek szépen, mert akartunk, még nagyobb lesz az alvon. Tudod, így is elég bazilika kirincs jellege van. De, ja, még azt akartam tudni kérdeni, hogy akkor tudsz 60 méterre jönni te is, Réten? Persze, persze, egy nagyon lelkes híve vagyok, kérlek szépen, az első között voltam a szalagkét, azt hiszem, Oké. Én nem nagyon rádióztam mostanában, de most kíváncsi vagyok rá, hogy mit tudok összehozni. Inaktív voltam, hogy úgy mondjam, csak így az LKS-szal kapcsolatban. Egy időben szórakoztunk vele napközben is, amikor még kiszálló műszerészként dolgoztam, de az abban maradt, úgyhogy a guruló fordulás az abban maradt, és ahol megszűnt egyelőre ideiglenesen a mobil station is, de hát majd a másikba, majd folytatjuk. Oké, rendben, szép mindegy még, hogy a srácok körül van-e még itt valaki új a számomra, és akkor utána, akkor majd a, hogy hívják, 60 méteren találkozunk. Nulla László Robert, hadd kell eldönt. Oké, rendben van, biztosan fogunk találkozni. Nekem sikerült annak idején végig az egész országban minden, tehát minden, így mondom, hogy körzet, bár ezt sokan elnevezik, de én meg nagy híve vagyok, kérlek szépen, és roppant ellene vagyok, hogy ennek a hívója olyan hülyeség, mint a telefonszám burcolása. Jaja. Jól van, Dodi, már folytatása következik, szép életünk a srácok közül. Nem lesz valaki, hát nem, szóval lehetne azt is csinálni, hogy mielőtt vége van ennek itt az actionnek, akkor ott találkozunk, és akkor együtt QSY-on, de hát az majd kifalja magát, léte? Így van, pontosan kérlek szépen, meglátom ott is, hogy milyen, már az sokkal kevesebben felnéztel egy párszor, mert csak a akkor már meg is van, és sokkal kisebb az aj 60 méteren, mint itt. Aha. Milyen öltenár van oda? Nagyon azt hiszem, hogy nem mondom, mert elég kis sávokon van egy 26 méteres drót, mivel annyit ér ki, és ez van egy tunelra lehangolva éppen a alsó sávokon, tehát 3,5-60 méteren, és megint egy vertikált használok, van egy nagyon jó cross-craft R7-esen, és az megy a felső sávokon. Oké, hát nekem nyitott diplomával, amivel ki szoktam települni, a Debrecenben is, meg itt ott, ott, az van provizorikusan felhúzva, félig tyúklétre, az a széles, félig meg a szalagkábele, a magának a, ennek a militári, de meglepően jó hallanak vele, és most egy témacsal hangolom meg. Hát majd meglátod az oldalon, ha megkeresel, akkor itt a témacs is benne lesz, most ezzel szórakozok, elég kellemesen le lehet hangolni a versztájot. Jó van, Dodi, majd találkozunk. Nulla László, Robi, ha kell elvinni, akkor ezt ütlöm, és akkor szép kérdezni, át a valakivel belebotlott léte. Oké, rendben, nagyon szépen ezt meg kell mondani, 9-es felett is. Már az úgy van megoldva, kérlek szépen, hogy és a végén van táplálva, tehát az összes hossza neki 26 méter, ebből itt lett a kis petrárjunknak körülbelül másfél méter, a többi az majd kint van a levegőbe. Hogy működik, de kérlek szépen 160 méteren csinálta a levegő, a 9-es levegőre, sőt két japánt is, amire büszke vagyok.
Ugyan megy, ez megy. Ha terjedés van, akkor van a szom... Van a partnernek jó antennája, akármivel is meghalli Dodi Véta. Így van, kérdezik. Hát mit tudom, az ember nem tett már semmi a lehetőség. Nincs több hely, akkor nincs több hely. Így van, olyan kalappal köszönünk, amilyen van. Így, ahogy tetszik mondani. Oké, okay, szia! Szia! Általános hívás, rádiós készenléti szolgálat, Hotel Alfa 6-os kell ellenvér, Helén Aladár 6-os kell ellenvér, HA6QE, Helén Aladár 6-os kell ellenvér, vétel. TQLKS, rádiós készenléti szolgálat, Hotel Alfa 6-os kell ellenvér, Helén Aladár 6-os kell ellenvér, HA6QE, Helén Aladár 6-os kell ellenvér, TQRKS, rádiós készenléti szolgálat, Hotel Alfa 6-os kell ellenvér, elindultam 6-os kell ellenvér, HA6QE, elindultam 6-os kell ellenvér, vétel. Oké, elindultam 3-as Ferenc Tamás, szia, üdvözöllek, 5-ös 9-essel veszlek, és ha benne vagy a verkázba, akkor 17:09, Heves a kultirá és a nevem pedig Gazi Véta. TT6 kell ellenvér. Ha jól vettelek, mert akkor elvitt a QSB, Tória neved, ugye? Oké, rendben van, Tóni. Annyit mondjál, hogy van RKS QTT vétel. Oké, rendben van, Tóni. Tehát 17:18 nyugtázom. Köszönöm szépen. Még annyit mondjál, hogy 60 méteren leszel-e vétel. Oké, rendben van, Tóni, köszönjük, és akkor holnap remélhetőleg látom, nekem is úgy jön össze itt a dolog, hogy itt hol leszek, nem kilódok már itt holnap, nem kell kilódanom a technikával, kifinomítom, kicsinosítom, mert a hétvégi hitelesülésből kiszedve a kocsiból. Itt az unokával szedtük össze, és hát szenvedtem vele egy picit az elején, de hát olyan sokan nem vagyunk, nem tudom hányan jöttek ki. Oké, minden jót, köszi szépen, mielőbbi visszaadása, HA3 Ferenc Tamás, HA6 kell lenni, szervusz Tóni, köszi!
Oké, szervusz, Tóni, okos, egyre jobban elvitt a QSB, de hát a sávnak a sajátossága. Szia, szia! QSZ, Helinantal 6-os kell ellenél. Kihív engem, Helinantal 6-os kell ellenél. Helinantal 6-os kell ellenél, létez. Game over.